Köszöntök mindenkit ma is, amikor speciális adással jelentkezik a Friderikusz Podcast. A tegnap este felkerült adás második részében itt volt Vitrai Tamás, aki bejelentette, hogy a közelmúltban forgatott riportfilmjét a mi csatornánkon teszi közzé, ami természetesen nagy megtiszteltetésnek tekintünk. Nincs is más dolgom mára, mint bejelenteni Vitrai Tamás Magda című új filmjét. Egyek. Majd 30 éve jártam először itt, és itt ismertem meg őt. Ma már nyugdíjas, és arra készül, hogy bejárja élete állomásait. Mi pedig csatlakoztunk. Hát akkor, ahogy a tévében mondják, tartsanak velünk. Ebbe az idős otthonba jár Magda hetenként kétszer. Ugye, ahogy szoktuk, tudod, fogjál meg jó erősen. Jó erősen, és szép nyugodtan, nem kell sietni. Ahogy szoktál, jó? Elhúztok. Szervusztok. Szervusz, Franciska nővér. Ki nyerte az előzőt? Az előzőt. Te. Hú, de ügyes vagy, Marika. Meg is tanította Magdika bennünket, és most azóta ennek örülünk. Olyan jó kifejlődésünk már. Hát olyanokat találtunk ki, olyan variációs lehetőségeket, mehet tovább. Jól vagy, Franciska nővér? Minden rendben? Nagyjából? Ahogy lehet. Ahogy lehet. Te jössz, Marika, én meg bemegyek akkor az Ancillához, jó? Nekem nincsen. Jó, mehet tovább. Majd jövök. Én mondják, kérem a kettest. Ez a van bejönni? Nem, az... A szülőháza. Itt szülte meg alig 16 évesen gyereklány anyukája Magdát. 66 évvel ezelőtt, amikor hazajöttünk a kórházból ide, ugye anyukám még csak 16-17 éves volt, és 56. Ugye én 55. decemberben születtem, és a kisháznak a hátsó felében laktunk mi. Még talán a régi falból egy darab. Ide jöttünk a... Idehoztak a kórházból. Hát... Nem tudom, hogy... Hogy itthon van-e valaki? Ha igen, akkor itt most a unoka öcseim, két férfi ember, ilyen 3-4 évvel fiatalabbak nálam, talán az egyikük itthon van. És itt laktunk, el volt felezve a kis ház. Itt elől édesanyám bátyáik, hátul pedig mi. Szia! Szia! Hogy vagy, Laci? Nem túl jól voltam. Nem túl jól. Ne legyek rajta. Ne legyél rajta, jó. Én figyelj, csak kérdezni szeretnék valamit, hogy hátul megvan még az a lépcső, ahova tudod, a mi részünkbe föl lehetett menni, vagy már nincs? Már nincs meg, aha. Nincs meg az altakolok, itt volt a rossz. Aha. Ott már nincsen. Csak meg szerettem volna mutatni, hogy hova hoztak haza a kórházból. Na, vigyázz magadra, jó? Szia! Hello. És ne haragudj, hogy zavartunk. Hogy aztán anyukámmal mi lett, megismert valakit, egy fiatal embert, és ugye a nagy zűrzavarban az volt a szándékuk, hogy Komáromnál elhagyják az országot. És engem oda hátra anyu bezárt. 3 napig az erőm voltam, és csak 3 nap után vették a bátyáik észre, akkor kezdtem el sírni. És
tüdőgyulladás, meg kiszáradás, hát késő ősz volt. De ez úgy az utolsó napokban volt, 56-ban, az űrzavar utolsó napjaiban, és kénytelen volt visszajönni, nem tudott hova menni, és én pedig már kórházban voltam, és annyit tudok csak, hogy nagyon megverte őt a bátyja, hogy ilyet, hogy, bocsánat, hogy tudott ilyet megtenni, és utána egy darabig, amíg nem töltötte be a 18. életévét, addig Feri bácsiék gondoskodtak rólam. Ő engem gyűlölt. Ez így tudom, hogy furcsán hangzik, de például, nekem én nem jött a Jézuska, én nem kaptam karácsonyra semmit. Én hiába igyekeztem az óvodába, jártunk ugye Tokodon. Na most onnan a háztól nekem, ahova a kórházból ugye a születésem után hazakerültem, kis óvodás koromban, ott végig kellett menni a főútra, és azon a dombon át be a faluba, mert ott volt az óvoda. És amint én már menni tudtam, engem hagyott egyedül menni az óvodába, meg haza, tehát nem volt olyan, hogy vittek, meg hoztak, és kikaptam, hogyha a fehér tért zoknin egy kicsi piszokcsík is volt. Hát poros volt az az út. Hát a mai fiatalok nem biztos, hogy ismerik ezt a kifejezést, hogy a falatta a másikat. Anyám engem elég gyakran megvert. A fehér zokni pedig azért volt, tehát mindig az volt a lényeg, hogy a faluban nehogy azt mondják. Mit szól a falu? Mikor én írni tanultam, akkor anyukám ott állt a hátam mögött egy ilyen nagy fakanállal, és ültem a ilyen viaszkos vászonnak hívták, azzal le volt terítve a konyhaasztal. Az igaz, hogy ma mondanám, hogy hát itt volt az asztal, tehát ott írni se lehetett jól, tehát ennyire nem figyelt oda rám, meg semmire. De ha az a karika, az nem volt pontosan karika, akkor átvágott a fejemre az élete megrontóját, vagy tönkretevőjét, vagy nem tudom én, mit látott bennem kisgyerekként. Anyukája időközben két kisfiúval gyarapította a családot. Magda ide a kantinhoz járt velük sétálni, játszani. És akkor állított meg engem egy ember. Részeg volt, és azt mondta, hogy Magdika, nem az a te apád ott lent, hanem én vagyok az édesapád. És amikor hazaértünk, akkor kifakadt belőlem, hogy mondtam a nevelőapámnak, hogy nem is te vagy az én apukám, hanem az a bácsi, aki oda jött hozzám. És akkor anyukám megvert, és azt mondta, hogy én egy hálátlan, szörnyű ember vagyok, mert ez az ember eltart engem. És nem kaptam vacsorát büntetésből. Tokodról átköltöztünk ide. Itt jártam Tátkertvárosban általános, akkor Kilián György állami általános iskola volt a neve. És én oda jártam, és akkor jött ki a Dorogi Zeneiskolából ez az idős zongoratanárnéni, tehetséges gyerekeket keresett. És akkor volt az, hogy én boldogan énekeltem utána, meg ritmust tapsolni, jelentkezni kellett, hogy kinek lenne kedve. És kihívott ide a táblához, és azt kellett csinálni, hogy adott egy krétát, és amerre ő énekel. Tehát, hogy la, ra, 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 ilyesmit. Hát köszönöm, hogy behoztál ide bennünket. Jó napot kívánok!
itt van egy kép a Lili néniről. Ő volt az. Ő. Hát ő volt a Lili néni, akinek én köszönhetem, hogy zenét tanulhattam. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megnézhettem. És akkor hegedülni kezdtem, mert nagyon szerettem volna zongorázni, de hát hogyan? Egy másfél szobás kis bányász lakásban. Ide költöztünk abból a kis házból, Tokodról. Ott az első emeleten laktunk. És itt aztán folytatódtak a megpróbáltatások. A kis szobában vasaltam, és az ablakon mindig kinéztem, a két fiú lent ott a homokozóban, ott játszottak a többiekkel. És az ebéd már készen volt, és akkor egyszer csak a hátam mögött kattant a zár. A nevelőapám bezárta az ajtót, és egy mozdulattal a nyári blúzt, ami rajtam volt, hátul letépte rólam, és odalökött a heverőre. Arra nagyon emlékszem, hogy olyan rosszul estem, hogy nem kaptam levegőt egy pillanatig, tehát úgy megütöttem a hátam, de ijedtem, bekapaszkodtam a forró vasalóba. És kiszakadt a konnektorból, hát mindegy, a kezembe volt. És ugye akkoriban az volt a szokás, mi magáztuk a szüleinket. És én nem tudom, hogy mi ütött belém, de annak a vasalónak a biztonságában letegeztem őt, és mondtam, valahogy feltápászkodtam, és mondtam, hogy most oda mégy az ajtóhoz, kinyitod, és eltakarod innen, amíg anyám nem jön haza, itt látni nem akarlak, ide a lábadat be nem teszed. Látta rajtam, hogy nem viccelek. Azon a nyáron édesanyám kórházban volt, Budapesten. Amikor kaptam a táviratot a nagynéniméktől, hogy ma délután hozzák anyukámat haza, felmentem, a kettesével szedtem a lépcsőt, és az édesanyám ott feküdt a tiszta ágyban, és előtte ott térdelt a nevelőapám, aki mondta, hogy én őt már évek óta megpróbáltam elcsábítani. És akkor anyám azt mondta, hogy takarodjak. És a kis cókmókot összeszedtem, amin volt, és elindultam szakadó esőbe. És akkor így mentem Esztergomba. És gyakorlatilag én azóta a saját keresetemből élek. 465 forint volt akkor a havi díj, az nagyon sok pénz volt, és de a lényeg az volt, hogy elkerültem innen. Tudtam, hogy hova fogok menni majd szeptemberben, ha kezdődik az iskola. Tehát így találtam én meg egyáltalán a dobógimnáziumot ott Esztergomban, mert ugye jelentkeztem oda a gimibe, és így történt az meg, hogy bementem oda első emeletre, bőrigázva, mert egy ilyen nyári vihar még el is kapott, úgyhogy csorgott a víz belőlem, és ott fönt leültem egy padra, és ott égett a villany egy terembe is. És onnan jött ki szerencsémre az én későbbi osztályfőnököm, Kassai Marian, aki nem faggatott, nem, csak annyit mondtam neki, hogy én ide fogok járni, de még jó két hét volt hátra az iskola kezdéséig, és nem tudtam hova menni. És ő kivitt Szentendrére az édesanyjához. A két hét eltelt, és kezdődött a tanítás. Magda pedig a kollégiumba költözött.
Az én évfolyam nevelőm, az Ági néni, az énekelt akkoriban a esztergomi Monteverdi kórusban. Egyszer takarítás közben, súrolás közben, én állítólag mindig énekeltem, és súroltam fel a parkettet a szobánkban. Én voltam az ügyeletes takarító, és Ági néni meg az ajtóban hallgatta, hogy én énekelek, és kiderült, hogy keresnek a kórusba, a szopránba valakit, mert volt ott egy kis nő, aki szült, és volt ott egy másik, aki beteg volt, és gyorsan kellett valaki, aki hajlandó volt egy hét alatt megtanulni a kórusnak a műsorát, mert Hamburgba készültek egy útra, és így keveredtem én egyáltalán a Monteverdi kórusba. Ez egy kamarakórus volt, ahol felnőttek voltak, tehát orvosok, ügyvédek, tanárok, és az egy nagyon rendes társaság volt, tényleg, mert én voltam a kicsi, ugye ott köztük, és úgy vigyáztak rám, tehát az ott nagyon jó volt, hogy én ott jól éreztem magam, és akkor hetente kétszer volt kóruspróba, ahova Ági nénivel mentünk, meg jöttünk vissza a kollégiumba, és akkor időnként voltak koncertek, és ott tudtam ezt meg, hogy van egy ilyen kis kamarakórus, mert ott is tanárképzős, vagy tanítóképzős hallgatók is voltak, akik mentek ezekre a temetésekre. Tudták, hogy nekem nagyon nagy szükségem van erre a pénzre, amit ott kaptunk ezekért a temetésekért, és ezt mindig négy fele elosztottuk. Ott az első kóruspróbák egyikén, tehát 14 éves múltam, amikor ugye én oda bekerültem, és elkezdtünk énekelni, és Reményi Károly, Karcsi bácsi, azt mondta, fiúk fogják be a szájukat, lányok énekeljenek tovább, és akkor így fülelt, és azt mondta, alt legyen, szopránének, gyere csak ide. És akkor elkezdett velem ilyen kis szólókat énekeltetni, akkor ott alakítottunk a lányokkal egy kis kamarakórust, mi külön, tehát egy lány kamarakórust. A rendezvényeken rendszeresen nyert a nagy énekkar is, a mi kis kamarakórusunk is, és volt egy olyan név, hogy én is szólóban énekeltem, és akkor mind a hárman aranyminősítést kaptunk. És nagyon büszke volt a gimnázium erre. Magától értetődő volt, hogy én tanítóképzőbe jelentkezem. Fel is vettek maximális pontszámmal. Csak közben a Karcsi bácsiék és a Kassai Marian is tudott egyébként erről, elküldte Budapestre az én felvételi papírjám, a jelentkezésemet. Tudta nélkül? Nem, igen, hát amikor már úton voltunk Pest felé, akkor már tudtam, hogy miért megyünk oda, de meg nem az, ez így nem teljesen igaz, mert azért úgy, hogy is mondjam, sejtette velem, hogy nem lehet, te nem lehetsz óvónő, majd később, majd, vagy ha mégse jön ez az egész össze, amit nem hiszek, mondta a Karcsi bácsi akkor. A lényeg az, hogy én a gimi alatt akkor a zeneiskolába lejártam hozzá, de az utolsó hónapokban az érettségi előtt, mert kiderült később, hogy a zeneakadémiai felvételihez azért kellett egy valamilyen zeneiskolai bizonyítvány arról, hogy én tanultam 5 hangot énekelni legalább. És akkor Karcsi bácsi csinált nekem egy nem létező 2 évről bizonyítványt, hogy én a zeneiskolába tanultam éneket, és szolfésból fel voltam mentve. De az egész zeneiskolai tanári kar helyeselt ezt az egészet, hogy ezen nem múljon az, hogy elmenjek felvételizni. Karcsi bácsi felvitt engem, letett a Zeneakadémia bejáratánál, ott a Király utcánál, és akkor azt mondta, hogy most felmegy az első emeletre, ja, meg volt az a pár darab, ott voltak ott a ónom alatt, amit vittem magammal. És Oszkár áriát is vittem. De Reményi Károly azért egy felelősségteljes pedagógus volt, hozzáteszem, nem volt énektanár. De zenész volt, és nem akarta bántani az én hangomat, tehát ott szó se lehetett arról, hogy az Oscar ária végén én felmegyek egy magas hangra, mindegy, hogy hova, hanem ami a kottába le volt írva. És akkor odaérkeztem, fölmegyek az első emeletre, hát ott megtaláltam a tanulmányi osztályt, ott mondták, hogy jó, akkor most oda kell mennem hátra, ott van a kis terem, és majd ott mondják a nevemet, és be kell menni, és énekelni kell. És ott tébláboltam, nagy estéiben, ékszerekkel, ott jöttek, mentek, ilyen fiatal hölgyek,
meg elegánsan felöltözött fiatal emberek, hát ott én köztük tényleg úgy éreztem magam, mint a Mickey Mouse, mert én nekem az egyszem ünneplő ruhám az a kis, akkoriban ilyen kis mini fekete kis szoknyám, és egy fehér blúzom volt, ami már agyon volt mosva, mindig tiszta volt, de már agyon volt mosva. És én azzal álltam ott, egy papucscipőbe, és hát úgy azon gondolkoztam, hogy, mit is keresek én itt tulajdonképpen, amikor a szemben lévő ajtó, azt hiszem az az egyes terem, a kis teremmel szemben kivágódott az ajtó, és én ott megismertem Veszprémi Andrást, megkérdezett engem, hogy be vagy már énekelve? És akkor úgy gondolkoztam, hogy kellett volna. A lényeg az, hogy oda berángatott engem a Veszprémi ebbe a terembe, és ott mutatott ilyen kis gyakorlatokat, és énekeltünk. És akkor azt mondja, hogy hát valamit mutassál, mit fogsz énekelni, és akkor mondom például Oszkár, na add ide, és akkor elénekeltem az Oszkár áriát, és akkor a végén azt mondja az András, hogy hát ott a végén szokták azt a D-t énekelni ott fönn. Hát gondolom, én ezt így nem tanultam soha, de amikor fölmentem a színpadra, először is elestem, nagyot estem. A lépcsőnek volt fönt egy ilyen kicsi szegélye, és én nagyon nagyot estem. Az zongora alatt így szégyenkezve összekotortam a kottáimat, úgy popsival elfordulva a közönségtől. És ott ült nagy komolyan Varasdi Emília a zongoránál, szemüvegben, és így várta, hogy mikor teszem oda elé. Hú, nagyon kínosan kezdődött az egész. És akkor kérték az Oszkár áriát is, és gondoltam magamban, mi baj lehet belőle. És én néztem a legnagyobbat, mert az a hang szólt a legjobban, amit soha nem próbáltam. És felvettek a Zeneakadémiára. Utána Edith nénihez kellett menni, és ott is ő is elénekeltette velem az Oszkár áriát. Akkor én már nagy büszkén oda tettem azt a magas hangot, és soha többet nem is akartam lejönni róla. És akkor Edith néni így felnézett, és azt mondja, hogy aha, a lényeg megvan, a többit meg majd alatta kidolgozzuk. Edith néni jó munkát végezhetett, mert 4 év sem telt el, és lám meddig jutott a mi Oszkárunk. Convenienza questa, che mentre si redorme tu scivoli alla festa. Il re è qui. Che? Dove? L'ho detto. E ben qual è? Per ben dirò. Gran cosa. Cercatelo da voi. Or su. E per fare il tiro che regalasti a me. Via calmati, almen dirmi del suo costume puoi. Per vorreste di te se questa quando le cosa che vuoi la scusa rá, fönt a próba színpadon ücsörögtünk, Margaret Price volt a női főszereplő, a férfiak pedig, a Cappuccilli és a Pavarotti pedig Olaszországba jöttek volna, de ott repülős sztrájk volt, tehát jó pár óra késéssel érkeztek, és én ott vártunk, akkor néha telefonáltak, sétafikált mindenki, abban oda jött, és mit csinálsz, és
életem egyik legnagyobb élménye volt, hogy akarod, hogy dolgozzunk rajta? Hát, hogy ne akartam volna. Leült az zongorához, és ott azt is végigvettük, akkor a Lucia áriából, ebből, abból, hát az óriási élmény volt. Óriási. Kiejtésben is szólt, hogy ezt egy kicsit világosabban mondjam itt, ott legyen inkább a hangsúly, de egy élmény volt. Margaret Price ott ült, feltette a lábait, és élvezte, hogy mi ott muzsikálunk. Nagyon, hát vagy 2,5 órát énekeltünk. Azt a bizonyos magas hangot ne hiányolják. Abbádó sem engedte, csak úgy, mint egykor Karcsi bácsi. Nincs a kottában. Nekem rengeteg pótolnivalom volt, szolfésból, összhangzott a zongorából. Hát a zongora felvételére én vittem a hegedűmet, és a fiatal Kocsis Zoltán ott volt a bizottságban, és bementem, és hát mondom, hogy nagyon sajnálom, én nem tudok zongorázni, mert én nagyon szerettem volna kisgyerekkoromban, de nem volt lehetséges, de hegedülni tudok valamit, ha gondolják. És a Kocsis ott ült, és azt mondta, hogy na, semmi baj, figyelj, legalább lesz egy ember az énektanszéken, akinek füle is van. Első évvégi operavizsgámon benn volt. Ott állt a kis teremnek a sarkába is, és ugye, amikor lementünk, oda jött így hozzám, és azt mondja, hogy már értem, hogy miért kellett téged felvenni. Kaptam én még főiskolásként az értesítést az opera akkori vezetőjétől, hogy megkaptam a színházban az Éjkirálynő szerepét. És arra volt együttes próba a karmesteri szobában. Ferencsik János volt, aki vezényelte a darabot, és Kovács János, mint fiatal betanító karmester, ült a zongoránál. A Barázsolla Éjkirálynőjének a szerepének ez az egyik legnagyobb tertétele, hogy általában két véglet van, vagy valaki el tudja énekelni a legtetejét, és akkor nem hallatszik az összes többi, vagy hogyha el tudja énekelni nagyon vehemensen például a bosszúhárját, akkor nem biztos, hogy megszólal a teteje. Na most neki ez így megvolt együtt. Én nagyon csalódott voltam, amikor annyi munka és annyi küszködés árán végigcsinálok mindent, bekerülök az operába, ami persze nagyon nagy öröm volt, és nagyon boldog voltam, de azt vettem észre, hogy van egy vagy két előadásom egy hónapban. És akkor történt az, megint a sors, hogy kihívtak meghallgatásra Berlinbe. Leszerződtettek, és ott kihasználták a szó legjobb értelmében, mert ott sorban énekeltük a premiereket, egyik darabból mentünk a másikba, tehát mint egy élsportoló úgy kellett élni, és olyan munkatempó volt, de én azt nagyon szerettem. Tudom, hogy a Budapesti Opera nem foglalkoztatta úgy, ahogy kellett volna. Nem tudom, hogy türelem kérdése lett volna, vagy az, hogyha nincs meg ez az új lehetősége, hogy a Komische Oper bekerült ugye teljes állásba, hogy akkor mi lett volna egy-két év múlva, de azt mindenki tudta róla, hogy ő egy hangfenomén, és hogy egy minden szempontból a lehető legtermészetesebb előfordulás, tehát színpadon is. Ahogy született, úgy ott volt is, teljesen egyszerűen csinálta azt, amire az ember csak rácsodálkozik. Az volt a házi feladatom, ugye, hogy vigyem az egész szerepet németül,
és beszéljek egy kicsit jobban németül. Úgyhogy nagyon koncentrált munkára volt szükség ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Azon már ott volt a Kupfer. Tehát ott nekem színpadi próbám volt. A németül megtanult szerepből egy-egy részre volt kíváncsi, hogy én ott mit csinálok. Ott inkább már arra ment ki a játék, hogy úgy mondjam, hogy mennyire tudok partner lenni abban, hogy színészileg mennyire tudom azt megvalósítani, amit Kupfer elképzelt. Hogyan tud valaki művészeti pályán érvényesülni? Ez egy külön, inkább azt mondom, hogy szerencse kérdése. Tehát az, hogy van egy ilyen világhíres rendező, mint a Harry Kupfer, és egy véletlen folytán munkakapcsolatba kerültek, és akkor rátalált egy ilyen kincses bányára, és onnantól kezdve ezek szerint nem engedte szabadon. Másnap én jöttem vissza Budapestre, de már a szerződéssel. Tehát a kezembe volt a szerződés a dresdai előadásra, és hogy mikor van a premier, mikor mit kell csinálni, és most gyorsan meg kell tanulni. Kupfer az úgy dolgozott, hogy több hetes, 5-6 hetes, komoly, nyugodt próba folyamat előzött meg egy-egy premiért. Közben jött valami, Dresdában elkezdtük a zenei próbákat az említett Robert Hanel karmesterrel, meg a kollégákkal, és egyszer az első napokban kihívtak engem a teremből, hogy a berlini Staatsoper segítséget kér tőlem, úgy tudják, hogy én tudom az Éjkirálynőjét. És este be kellene ugrani a Staatsoperben, Berlinben, mert az Isabella Nave szintén egy nagy nevű énekesnő volt a Staatsopernek, egy koloratúr szopránja, beteg. És hát visszamentem a terembe, és mondtam, hogy hát az a helyzet, hogy én most ott fönt már régóta nem énekeltem, biztos nem vészel az embernek a hangja ott a magas lágékban is, de ki kellene próbálnom, úgyhogy kértem egy fél óra gondolkodási időt, és a Hanel azt mondta, menjek ott át a szomszéd terembe, és nyugodtan skálázzak be, hogy hogyan áll ott fönt a hang. És aztán egy 10 perc múlva én visszamentem, hogy minden rendben van, csak én nem énekeltem németül még soha színpadon a szerepet. És mondom, nem baj, énekeltem magyarul, csak menjek és segítsek. És az volt a szerencsém, hogy a darab karmestere dresdai volt, aki Berlinben a darabot dirigálta. Ez szintén egy nagy név a karmesterek között, Hartmut Henchennek hívták, és vele és a feleségével kocsival mentünk Berlinbe délután. Én ültem hátul, ők ketten elől, a felesége ölében ott a partitúra, a Henchen dirigált útközben az autópályán. Én meg hátul próbáltam, hogy mondjam, feleleveníteni, meg megjegyezni, meg gondoltam magamban, a bosszú áriát azt én el tudnám németül énekelni, de az elsőt nem. És gondoltam magamban, megkockáztatom én ezt németül. Ja, megkaptam a színháztól, emlékbe egy ilyen kis plakátot, amit a Staatsoper aulájában kitettek, és azon ez volt, hogy Isabella Nave betegsége miatt a mai előadást Magda Nádor énekli magyar nyelven. Megértését kérjük a közönségnek. Na most ehhez képest, ugye amikor engem onnan leeresztettek a félholdon, egy nagyon szép színpadkép volt, egy szokványos szép színpadkép, és elkezdtem énekelni németül. A nézőt egy ilyen moraj zajlott, a Henchen az így mondta velem végig a szöveget, amiben nem voltam biztos, az a kezemre föl volt írva. Fogtam a jogart, és fel volt írva. És az elején elég magasan voltam fönn, ugye, és az elején úgy nem igazán vettem tudomást arról, hogy ki az, aki ott lent áll, aki a Tamino herceget énekli. És ugye emlékszem rá, egyszer így lenéztem, még úgy viszonylag az elején, és hát furcsa érzésem támadt, mert ott állt a világ akkori legnagyobb Mozart tenorja, Peter Schreier. És ő ugye háttal volt a közönségnek. És mondta magamban, atya úristen, akkor nekem most
nekem meg kell győzni ezt az embert, és ugye a szövegem meg az volt, hogy ó, csak ne félj, én jó fiam, magyarra fordítva, ó, zitre nicht mein lieber Sohn, és gondoltam magamban, el kell vele valahogy hitetnem. Végén állt a Schreier háttal a nézőtérnek, és így csinált. Másnap reggel engem bekéretett a Staatsoper igazgatója egy beszélgetésre. És hát felajánlott nekem egy szerződést a Staatsoperbe. Én akkor még a Komis Operbe nem írtam semmit alá. Tehát mi próbáltunk Dresdában, ugye a Kupferrel, és egy nagyon kecsegtető, nagyszerű ajánlatot tárt elém a professzor Rimkusz, a Staatsoper akkori igazgatója, és egy rövid ideig gondolkoztam, és utána elmondtam neki, hogy ne haragudjon, én ugyan nem írtam még semmit alá a Komische Operrel, de én nem tudok ilyet megtenni, hogy én valahova oda ígérkeztem, és most valami egészen más csinálok, szóval ne haragudjon rám, de nem tudom elfogadni a szerződést. Hát három nagy szerep jött még ezután, ugye a Szöktetést elkezdtük próbálni, utána csináltuk a Kozit először, és aztán a Rigolettót. És tulajdonképpen, ja igen, mert a Kamara énekesnői címet, ami hát egy felfoghatatlan történet volt, mert azt tulajdonképpen életművekre adják. Bécsben is beugrással csináltam a Szöktetés Konstancét az előadás szünetében. Egyszer csak kivágódott az öltözőben az ajtó, bejött a középütt a Solti György. Levette a kalapját,
azt az egyik úrnak a kezébe nyomta, a sétabotját meg a másiknak. Én meg felálltam, és így néztem, és a két úr meghajolva így kihátrált az ajtón. Solti megállt, és akkor becsukódott az ajtó, akkor azt mondta nekem, hogy jól csináltam, nem? Bennült az előadáson. És az előadás után neki is azzal volt baja, hogy túl sovány vagyok. Hát úgy félig meddig ezzel volt baja. A Zacher Hotelben lakott, az opera mellett, és az előadás végén azt mondta, maga jön velem, és együtt teszünk. Hát jó. A Zacher Hotelben sorfalat álltak neki a pincérek, és akkor ilyen nagy pálmafák mögött volt egy viszonylag eldugott, nagy, kényelmes asztal, gondolom azért, hogy ne zavarják őt, és oda irányítottak bennünket, ott leültünk, és ott sorba rendelte a túrós palacsintákat, hogy nekem ezt meg kell lenni, és már a második adag után mondtam, hogy nem, köszönöm szépen, nem kérek többet, nem tudok többet enni. És akkor beszélgettünk, és akkor kért fel engem a londoni szöktetésre. Ő készült Londonban egy új szöktetés produkcióra. Azt már nem tudtam megcsinálni. Magda élete nagyot fordult, bár ne fordult volna. 28 évvel korábbi filmjén mondja el, mi történt. Én nagyon-nagyon szerettem volna egy gyermeket. És ez pont akkor sikeredett, amikor éppen tele voltam nagyon-nagyon szép szerződésekkel. Akkor szerződtettek le a Salzburgi ünnepi játékokra, a Konstancára, akkor szerződtetett le Solti György a Covent Garden operába, szintén a szöktetés Konstancájára, és akkor lett volna az a bizonyos tengeren túli história is. Dallasba hívtak, szintén akkor éjkirálynőjére, és máshova is az Egyesült Államokba. Szóval ez egy nagyon szép évnek ígérkezett, amikor én állapotos lettem. És én a világ legboldogabb embere voltam. Igen, ám csak kiderült, hogy a férjem nem gondolta ezt azért ennyire komolyan, hogy ő is szeretne egy gyereket, és nem csinálok ebből titkot, hogy nagyon-nagyon nagy veszekedéseink voltak ebből, hogy szerinte egy őrültséget csinálok azzal, ha én ezt a gyereket meg akarom tartani. Úgy érezte, hogy a karrierjének árt? Nem, ő nem is úgy érezte, hanem ő elsősorban a dolognak az anyagi hátterére gondolt, hogy csak nem fogok ennyi pénzt úszni hagyni egy gyerek miatt. Ezt lehet, gondolom, hogy szégyellenem kellene. Nyomba. Hát igen, elváltunk. De talán nem is ez a lényeg az egészből, hanem az, hogy ennek ára volt. Ennek az egész válásnak és a körülötte zajló zűrzavarnak, és elsősorban a sok idegeskedésnek. Szóval nem született meg a kisbaba? Hát sajnos nem. A 7. hónapban voltam akkor, és kiderült, hogy a bébi nem él. És az utolsó pillanatban, szóval éppen csak, hogy megúsztam egy hullamérgezést és az ezzel járó tortúrát. De ami rosszabb, ami sokkal rosszabb ennél, és itt muszáj visszakanyarodnom a foglalkozásomra, hogy ez az egész koraszülés egy olyan zűrzavart okozott a szervezetemben, a hormonháztartás teljesen fölborult, hogy másfél évig abba kellett, hogy hagyjam az éneklést. Effektív beteg is volt, vagy csak nem tudott énekelni? Csak idézőjelben. A pajzsmirigynek ezen az oldalon, a pajzsmirigynek a külső részén képződött ebből a mérgezésből kifolyólag egy polip. Ami, és ez az egészben valahol a tulajdonképpen morbid, mert erre nem lehet más mondani, hogy hova nőtt volna máshova egy énekesnőnél, mint az ezen az oldalon lévő hangszalag külső oldalára. Ezt aztán lézerrel leoperálták szájon keresztül, szóval azért nincs vágás a nyakamon, és nagyon jól sikerült a műtét. Csak éppen akkor megállapították, hogy a hangszalag nem mozog. Tehát
ez a polip, ez már régebben ott lehetett kívül rajta a hangszalagon. Mondjuk igen, el is tartott egy olyan jó évig, miután ezt észleltük a koraszülést követően, hogy ennek ilyen következményei lettek. És így kerültem én a jénai Schiller klinikára kezelésre. Teljesen idegen érzés volt az, hogy nem tudom, hogy mi történik bennem. És aztán Edith néni felhívott, és így ismertem meg Kúzét, aki meghallgatott kis gyakorlatokat, egész óvatos kis gyakorlatokat csinált velem, és azt mondta, hogy itt valami hormonálisan nem stimmel, a hanggal nincs semmi baj. És ő küldött el engem a jénai Schiller klinikára, és akkor kaptam egy ilyen, ennek a pontos magyar nevét, elektromos, ott ez sok terápiának hívták, tehát egy olyan kezelést, ami ezt a mozgásképtelennek tűnő hangszalagot megint elkezdi stimulálni, és gyakorlatilag beszélni, és alaphangokat újra képezni kezdtem ott. Tényleg a jénai Schiller klinikán engem helyrehoztak. De volt még egy nagyon nagy lépés fejben, és az idegrendszerben ezek a dolgok nagyon komoly nyomot hagynak. És magamnak is el kellett hinnem, hogy újra tudok, és újra helyreállok, és én akkor hallgattam a Kúzéra, hazajöttem, és itthon szándékoztam letelepedni, és fontolgattam, hogy én abba hagyom az éneklést. És közben nem hagyott engem nyugton ez az egész, hogy lehetne ebből még egyszer újra kezdeni, fel tudok még egyszer épülni. Újra elkezdtem énekelgetni. Ott volt nálam például a Kozi Fan Tutte szerepgyakorló kazettám, és elkezdtem azt úgy lejátszani, és elkezdtem magamnak énekelgetni, kipróbálni, és aztán egyre jobban ment. És elküldtem a Kúzénak Berlinbe egy kazettán az egyik Fiordiligi áriát. És mint később kiderült, akkor a Kúzénál ott volt éppen a Dessaui Színház opera főrendezőjének a felesége, a Felsenstein, Johannes Felsenstein felesége énekórán, és a Kúze éppen a kazettát hallgatta. És a Frau Felsenstein kérdezte tőle, hogy Hannelore, ki ez? Mert ez nagyon jó, és a férjem éppen most keres Fiordiligit a Kozihoz Dessauba. És mondta a Kúze, hogy ez a Magda. Azonnal hívta a férjét, aki azonnal hívott engem Magyarországon, és meghívott egy meghallgatásra. Egy áriát énekeltem csak el, és utána azt mondta a Felsenstein, hogy köszöni mindenkinek, fáradjak be az irodájába, beszélni szeretne velem. Megkérdezte, hogy úgy hallja, hogy hangilag itt szinte minden teljesen rendben van, de hogy állok idegileg? És akkor azt mondtam, hogy hát, ezt nem tudom pontosan, de olyan 60-70%. És akkor azt mondta, hogy rendben van, megkockáztatjuk. És tőle is találtam egy levelet, és a Felsenstein abban a levélben szó szerint ezt írta, hogy ő ezt várta egy Nádor Magdától, és köszöni. És ez nagyon... Hát az igazság az, hogy én azért nagyon be voltam tojva, és nagyon, szóval nem volt még messze, nem volt még az a felszabadultság bennem, ami aztán később újra kialakult. 5 évig voltam Dessauban leszerződtetve, és az 5 év alatt 10 nagy szerepet énekeltem el. És amikor már úgy elkezdett nagyon jól menni, és nagyon... magasságokat is elkezdtem nagyon biztosnak érezni, akkor már annyira nem is nagyon érdekelt az éneklés, az az igazság. Hanem mintha úgy valami vagy valaki úgy visszalódított volna a betegség idején megszerzett új ismeretek felé.
Egy kolléganő akkor a kezembe adott egy könyvet, akik úgy ugye tudták, hogy mi történt velem, hogy milyen állapotban lehetek, és ez a könyv dr. Charlotte Hagen, a német gyermekorvosnő írta ezt a könyvet légzésről. Ha nagyon leegyszerűsíteném, tehát olyanok számára, akik még soha erről nem hallottak, akkor a könyvnek a lényege, egyébként sok évtizedes tapasztalatot tartalmazott már, az, hogy a koránkelő, koránfekvő és a későnkelő, későnfekvő belső órával született emberek másképpen gyógyulnak, máshogyan kell őket gyógyítani és kezelni, teljesen másak a test hideg-meleg zónái. Tehát tulajdonképpen egy útmutatót kaptam a kezembe, ahhoz, hogy teljesen tudatosan kezdjem el a torkomat is, a légzésemet is, és minden, tehát a mindennapjaim felépítését teljesen tudatosan a kezembe vegyem. Elkezdtem csinálni a számomra jó légzőgyakorlatokat, és ezzel felgyorsítottuk egy kicsit azt a folyamatot, hogy a hang és a testérzetem úgy lassan-lassan elkezdett újra harmonikusan működni. Ott egy nagyot fordult velem a világ, amikor a Zeneakadémia énektanszakának akkori vezetője Patkó József, nekem ugye hajdanán tanárom volt az operaszakon, hívott engem haza tanítani. Igaz, hogy a szó szoros értelmében nekem itt Magyarországon igazi gyökereim nincsenek. De valami mégis, valami miatt mégis örültem ennek a felkérésnek. 35 év tapasztalata van ebben, a saját gyógyulásomat is beleértve, amikor végül is úgy döntöttem, hogy Edith nénire emlékezve egy kicsit, hogy abba hagyom az aktív éneklést, mert Edith néni az utolsó találkozásaink egyikén azt mondta nekem, hogy anyukám, én akkor már nem leszek. De gondolj rám, hagyd abba akkor, amikor mindenki azt mondja, hogy jaj, de kár. És ne várd meg azt, amikor azt mondják, hogy na végre. Én ebből doktoráltam tulajdonképpen, tényleg azt nem is mondtam, hogy én abból, hogy nem egyformán lélegzünk, ez volt a doktori dolgozatom címe. Én ebből doktoráltam, és a habilitációs, tehát a professzori vizsgámat is ebből a témából csináltam a Zeneakadémián, jó nagy ellenszéllel szembe, de ha már itt tartunk, akkor azt elmondanám, hogy azon a professzori vizsgán nekem azt kellett csinálni, hogy közönség előtt a Zeneakadémia kis termében, amit ma Solti teremnek hívnak, be kellett bizonyítanom a kedves mestertestületnek, hatan voltak, és a közönségnek, hogy ez, amit én állítok, hogy nem egyformán lélegzünk, és nem egyformán énekelünk, hogy ez tényleg működik. Úgyhogy egy saját tanítványt és egy idegen tanítványt kellett a közönség előtt tanítanom, mellesleg az egyiket nagyon magas színvonalon idegen nyelven. És én úgy gondolom, hogy én ezt ott bebizonyítottam, mert az akkori tanszékvezető, az Andor Éva kölcsön adott nekem egy tenor fiatalembert, ma az Operaház tagja egyébként, Szappanos Tibornak hívják, mert a Tibor a koránkelő, koránfekvő típus, az én tanítványom, akit akkor tanítottam, az pedig egy későnkelő, későnfekvő típus. És ugye az egyikünk mellkasi táguló, a másik meg nem hasi, azért nem mondom, hogy hasi, mert a hasi légzés kifejezés az évtizedeken keresztül félrevezette az embereket. Hát mivel vennék a hasba levegőt, mikor itt van a tüdő? Tehát ha csak annyit értem el a zeneakadémiai több mint 22 év alatt, hogy mély légzésnek kezdtük el elnevezni azt, ami ugye a koránkelő, koránfekvő embernél a beengedett levegő kicsit lejjebb nyomja a rekeszizmot, és ezáltal kicsit kitágulnak a hasi szervek. De attól még a tüdő nem csúszik le a belek közé, hogy így finoman fogalmazzak. A másik társaságnál a mellkas tágul. Tehát ott tulajdonképpen a has meg se mozdul. Amikor a Szappanos Tibi az általam elmondott módon elkezdett
magasságokat, magas hangokat énekelni. Ugye az a hír járta, hogy a Tibornak nincsen jó magassága. Na most ott, közönség előtt az egyik C-t énekelte a másik után. Mert úgy csináltuk, ahogy neki, ő mély légző, tehát neki lefele kell gondolkodni. Nekem az soha nem ment, mert én meg a másik típus vagyok. Tehát nekem Pavarotti, ott álltam mellette a Staatsoper színpadán, tehát volt rá módom és lehetőségem megfigyelni, hogy lélegzik. Ha nem szándékosan figyeltem volna meg, akkor is feltűnt volna, hogy kihúzza magát, kinyitja a mellkast, fölemeli a fejét. És ugyanakkor ott volt, mint a Melis Gyuri bácsi, aki mindig összegörnyedt testtel, lehajtott fejjel. Melis Gyuri bácsi így soha nem énekelt. Tehát már a testtartás is elárulja, hogy nem egyformán lélegzünk. Mikor a Szappanos Tibi már a harmadik vagy a negyedik magas C-t énekelte, akkor a fiatalok a nézőtéren bravózni kezdtek, felálltak és tapsoltak. Na most ezek után elvonult a mestertestület ítélkezni, és utána 4-2 arányban elfogadták a habilitációmat. Úgyhogy ezt én úgy értem meg, hogy hurrá, hurrá, nem éltem hiába. Abban az idősek otthonában, ahol én most önkéntesként dolgozom, nagyszerűen meg lehet figyelni azt, hogy ilyen 88-90 éves korra melyek azok a betegségek, amelyek manifesztálódnak, amiatt, hogy ő nem a saját típusának megfelelően ült, állt, dolgozott, aludt. Egyikünknek kell a kemény matrac, de a másiknak nem. Vajon miért lehet ezt is, meg azt is kapni? Talán mert igény van rá. És lassan nézel jobbra, balra, tudod, hintáztatod a fejecskédet, és akkor így a nyakcsigolyák egy kicsikét kilazulnak. Azaz másik irányba, azaz. Oké, gyere most föl, hagyjuk, hogy egy kicsit megnyugodjon. Nagyon ügyes vagy, ez most nagyon jó. És most úgy egyik irányba, másik irányba, mintha a földön le lenne rajzolva egy 2 méteres csík, és azt végignéznéd. Jó, másik irányba is lassan. Nagyon jó, Tilda, még egyszer oda, és vissza. Jól van, nagyon jó, jól van. Jaj, de jó esett ez. Tavaszi szél, tavaszi. Az jó lesz? Na, gyere akkor. De te énekelj hangosabban, ne én, jó? Na gyere, mert szép magas a hangod, na nézzük. Tavaszi szél, vízet árasz, na gyere. Virágom, virágom, minden madár társat választ. Virágom, virágom, hát én immár mit válasszak, virágom, virágom, te engemet, én tégedet, virágom, virágom. Jól van, szuper! Jó. Mondhatok valamit? Kérdezte valaki, hogy tanárnő, de hát, hogy miért tetszett oda elmenni ebbe az idősek otthonába? Mint hogyha azt a szeretetet, amit anyám nem fogadott el tőlem, nem kellett neki, azt ide elviszem. És ők örülnek ennek. Mondhatok valamit? Szeretetet kapni, ez nem jött össze a magánéletembe se soha. És egyszerűen ma már ezt is jobban meg tudom fogalmazni, hogy miért. Mert én egy kedves szóért a szívemet kitettem mindig. Mondhatok valamit? Nem vagyok én olyan erős, mint amilyennek kinézek, hanem olyan jó lett volna. Egy erős,
emberhez odabújni és elsírni magam. De ezt nem lehetett. Mondhatok valamit? Mindent nem kaphat meg az ember. De azt, hogy én bennem nyugalom van, és béke van most, és még mindig van adnivalóm. Én úgy gondolom, hogy ez valahol megmaradt számomra mégis egy értéknek. Különben jól vagyok, és most palacsinta. Ez volt Vitrai Tamás Magda című riportfilmje Nádor Magdáról. A jövő csütörtökön este 8 órakor újra premiér tartunk, Geszti Péter életviteli sorozata folytatódik, témája ezúttal az lesz, sémáink fogságában. Velem pedig legközelebb április 20-án csütörtökön este találkozhatnak. Addig is a legjobbakat kívánom!